Mintegy 500 szakember részvételével elkezdődött az immár 28. kardiológiai napok a Debreceni Egyetemen március 9-én. Csanádi Zoltán, a kardiológiai és szívsebészeti klinika igazgatója köszöntő beszédében örömét fejezte ki, hogy a pandémia után a konferencia végre ismét visszakerült a személyes térbe. Szabó Zoltán, a klinikai központ elnöke hangsúlyozta, a kongresszus egy multidisziplináris program, amely kihangsúlyozza a kardiológia különböző szakterületeinek fontosságát. Kiemelném a koszorúérbetegségekkel kapcsolatos külásanyagnak a felelemelítését, szívelégtelenség, szívritmuszavarok, és ugyancsak megjelenik ebben a programban az egyre fontosabb úgynevezett prevenciós medicina szekciója, amelynek az a lényege, hogy manapság már nem a betegségek, nem csupán a betegségek gyógyítására helyezik a hangsúlyt, hanem az egyes betegségek megelőzésére. Az elmúlt években a kardiológiai klinikán is jelentős fejlesztések valósultak meg. A kardiológia és szívsebészet határterülete egyre inkább érezhető, olyan beavatkozások, olyan invazív beavatkozások, amelyek korábban szívsebészeti műtéteket igényeltek, ma már katéteres úton gyógyíthatók, ezen terület problémakörei is meg fognak jelenni a kongresszuson. A háromnapos kongresszus első témája az iszkémiás szívbetegségek voltak, amelyek évtizedek óta vezetik a halálozási statisztikát.